Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Mentáskert, sportfoglalkozás és külön óra választó délutánt tartottak a faluházban. Gyalogbusz, várják a sofőrök jelentkezését. Budakalász kézilabda ZRT, véget ért a felkészülési szezon. Nyílt napot tartottak a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban múlt hét csütörtök délután a mentáskertben. Az eseményen több mint 20 program mutatkozott be, akik a sport, tánc, kézművesség, zene és nyelvtanulás lehetőségeire hívták fel a szülők és gyermekek figyelmét. Sport és szabadidő választónap minden korosztálynak a mentáskertben. Számos intézmény és egyesület képviseltette magát a múlt hét csütörtöki délutáni nyílt napon a faluházban, ahol az érdeklődők megismerkedhettek az egészségfejlesztési iroda szolgáltatásaival, nyelvoktatókkal, kreatív foglalkozásokkal és többféle izgalmas sportműfajjal is. Igazából, amikor Luca fejéből, a kolléganőm fejéből pattant ki a gondolat, akkor gondoltuk, hogy kiírjuk a Facebookra meg a Városi Honlapra, hogy várjuk a jelentkezőket. És akik jöttek, 25 szervezet jelentkezett végül is, nagy örömmel, hogy ismét a Covid azért mindenkinek visszavetette a látogatói számát, úgyhogy mindenki nagyon örült ennek, meg kezdődik az új év, úgyhogy mindenki, nagyon jó, egyedül ez az idő, mint mindig, ez minden, akárszor riportatok, mindig az időről beszélek, de a csoda vigyel. Szóval hányszor sokan jöttek, úgy jó, hogy a piaccal hogy együtt mozog az egész, úgyhogy nagyon jó. Szerintem szuper lett. A Supless Training System funkcionális fitness eszköze az úgynevezett bolgárzsák. A következő generációs edzőeszközről és a mozgásformáról a Supless oktatója számolt be stábunknak. A sportág eredete az a bolgár hegyi birkózó versenyekig nyúlik vissza, ahol a győztes, az kapott egy élő állatot, aminek össze volt kötve mind a négy lába, és ezzel meg kellett magát ünnepeltetnie, körbe kellett vonulni a falun, és ugye pörgette, forgatta az összekötött lábú állatot, és ebből a bolgár nemzeti válogatott kiválósága, Ivan Ivanov megalkotta ezt a funkcionális edzésre használatos bolgárzsák nevű edző, funkcionális edző felszerelést gyakorlatilag. Igazából ez egy nagyon látványos dolog, amikor ezzel az emberek edzenek, akár a bolgárzsákkal, akár a szupleszballal. Általában a gyerekeket magával ragadja a látvány, ők is szeretnék kipróbálni, mivel játékos, ezért nagyon szeretnek vele dolgozni. Az élmény alapú német, spanyol, olasz nyelvoktatással is megismerkedhettek a résztvevők, amelyet a Kolibri Nyelvstúdió vezetője ismertetett. Gyerek olaszból jöttek már ide, volt egy rövidke kis beszélgetésünk, és akkor improvizáltunk itt egy picit, megtanultak a gyerekek bemutatkozni, hoztam saját oktatási segédanyagokat, amiket szoktam használni, leginkább gyereknémetből szoktam ilyeneket előállítani. Tudni kell rólam, hogy olyan gyerekekkel is foglalkozom, akik még nem feltétlenül tudnak írni, olvasni, nekik teljesen más módszertannal tanítok, sokat mondókázunk, nagyon sok a mozgásos feladat, és nyilván piciknek is, akik most tanulnak írni, olvasni. Mit gondolsz, miért fontos a nyelvoktatás már egészen kisgyermekkortól? Szerintem mindenképpen nagyon fontos, inkább azt emelném ki, hogy az első találkozás a nyelvvel. És fontosnak tartom azt, hogy egy olyan személy adja át nekik ezt a nyelvet, ez egy nyelvtanár lehet ugye ebből a szempontból, aki egy köteléket képes a nyelvhez felépíteni. És nagyon fontos itt a személyiség, az első találkozás pillanata, szerintem nem feltétlenül egy iskolapadban kell ezt megtenni, hanem az iskolán belül is lehet mondjuk olyan alternatív, jó hangulatú órákat tartani, amikor a gyermek ezt máshogy veszi fel, tehát máshogy ismeri meg a nyelvet. Sárosi Tibor, a BMS-e elnöke, a több éve töretlenül működő Budakalászi Sportegyesületet mutatta be az érdeklődőknek. Az egylet vezetői mindent elkövetnek, hogy minél több gyerek igazoljon hozzájuk, és minél fiatalabban kezdjék meg az egészséges életet. Ugye eleve 180 gyerekünk van már, mi vagyunk az egyik legnagyobb klub itt Budakalászon, nagyon sok a kicsi, ugye főleg most, hogy azért elég nagy a betelepedés is, ugye egymás után épültek a lakóparkok, és a gyerekekkel természetesen hozzák sportolni. Nálunk a 7 évesektől kezdve a felnőtt korosztályig működnek a korosztályok,
És hát a toborzóból ugye annyi van, hogy esetleg bemutatom az együttest, én 14 éve vagyok elnök, az együttes most volt tavaly 100 év, egyesület most volt 100 éves, és hát megpróbálom rábeszélni a gyerekeket arra, hogy a sport az milyen jó, mondjuk a futball, vagy a kézilabda, vagy bármilyen sport, de hogyha ők a focit válasszák, az azért egy kicsikét talán jobb, ott egymással sokan vannak együtt. Tehát kialakulnak a barátságok, megtanulnak viselkedni az emberek, a gyerekek, tehát olyan felnőtt korban már tudják azt, hogy hogyan lehet viselkedni. Nálunk is ugye az a módi, a kisgyerek, akik 5 éves, már azzal tanítjuk, hogy ott állunk, és ahogy bejönnek, mindjárt készfogás, szembenézve készfogás, nem beszélünk csúnyán, nem rohangálunk, odafigyelünk az edzőkre, és azt hiszem, hogy ilyenkor elkezdjük ezt a nevelést, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó a gyerekeknek későbbiekben is. A Rozmarink szerb táncegyüttes is várja azon gyermekek jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a szerb folklór hagyományokkal, megszeretni és ápolni, majd tovább örökíteni ezt a kultúrát. Folyamatosan vannak próbáim, mert ugye a fellépések nagy részt tavasztól őszig tartanak, tehát muszáj nyáron próbálnunk. Most is ugye hétvégén megyünk egy gyerekfesztiválra deszkre. A próbák szeptembertől hétfőn és pénteken lesznek, és indulni fog egy ovis csoport, ami még egyeztetés alatt van, hogy mikor lesz egy rövid félórás kis foglalkozás. Egyébként másfél órásak a foglalkozások, hétfőn 6-kor kezdünk, pénteken pedig 17:30. A ritmikus sportgimnasztika szerelmeseit lenyűgözte a gyöngyszemese színpadi bemutatója. 2017-ben alapítottuk az egyesületünket, tehát már 5 éve tartjuk a foglalkozásokat a gyermekeknek, és igen, itt Budakalászon már 3 éve vannak az edzések. Első körben a helyes testtartást fejlesztjük a gyermekeknek, a koordinációs képességeit, a kondicionális képességeiket, illetve még a ritmusérzékeiket is nagyon szépen fejleszti ez a sport. Célunk, hogy megszerestessük ezt a gyönyörű sportot a gyermekekkel, és ők is megérezzék a mozgás örömét. Ha valaki többre vágyik egy átlagos nyelvóránál, Tud Beáta nyelvi kócs segítségével felfedezheti a tanulás élményekkel teli oldalát. A nyelvi coaching az a nyelvoktatásnak egy nagyon sajátos válfaja, aminek az a lényege, hogy a nyelvtanulók szeressék és tudják is használni a nyelvtudásokat. Life coaching eszközöket építünk be a nyelvoktatásba, ami azt jelenti, hogy egyrészt nagyon személyre szabott lesz, másrészt egy élmény alapú nyelvtanítást tudunk ezáltal nyújtani, és a német tanulás, mert hát a német nyelvet sokan nem szeretik, nem egy magolás, meg szorongás lesz, hanem egy olyan folyamatot élvezni is lehet. Valójában én nem pici gyerekeket tanítok, én 8 éves kortól felnőtt korig vállalok tanítványokat. Igazából az egész nem tér el különösebben a klasszikus nyelvoktatástól olyan szempontból, hogy nyilván beszédcentrikus feladatokat hozunk, kártyajátékokat, amiket például én állítok össze, illetve hát olyan coaching eszközöket, ami arra való, hogyha az emberben van egy beépült szorongás, egy rossz iskolai élmény például, hogy beleverték iskolába, hogy neki nem megy a német, ez egy szörnyű nyelv, akkor ezeket fel tudjuk oldani. És most erre a nyílt napra milyen eszközöket, kiegészítőket hoztál itt a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt? Igyekeztem olyanokat hozni, amivel pont meg tudjuk azt mutatni, hogy miben több ez a hagyományos nyelvoktatásnál. Olyan projektfeladatokat például, amiben ki lehet próbálni olyan nyelvtanulási stílusokat, olyan nyelvtanulási eszközöket, amivel eddig nem találkoztunk. Picit ne csak ez az íróasztalnál ülök és szavakat magolok stílus legyen. Hoztam egy szintfelmérőt például, amit ki lehet tölteni, és akkor ha e-mailben nekem elküldik, én azt nagyon szívesen kiértékelem. Illetve hoztam egy nagyon sajátos eszközt, ez is a coaching területéről jön, egy nyelvtanuló stílus felmérő lapot, ami arról szól, hogy különböző kérdésekre válaszolva picit be tudjuk lőni azt, hogy mi az a személyes eszköz, ami való az adott nyelvtanulónak, hogy ne az legyen, hogy egy tankönyvet levágok elé, hogy én ezt szoktam használni és csókolom, hanem hogy tényleg olyan anyagokat tudjunk használni, ami az ő tanulási stílusához illik. A Lemvirág táncegyüttes vezetője csodaszép hajfonásokat készített, és a hagyományos népi viselet bemutatásával igyekezett motiválni a néptánc iránt érdeklődőket. Erre a rendezvényre egy olyan programmal készültünk, ahol lehetősége nyílik az új érdeklődőknek arra, hogy viseleteket vegyenek fel, hajfonással készültünk egy kis daltanítással, esetleg kicsi picike táncházzal, és ezen kívül pedig alapvetően azzal motiváljuk a fiatalokat, hogy ez a hagyomány, amit mi ápolunk, az gyakorlatilag a világ legszínesebb hagyománya, a kárpát-medencei néptánckultúra és népzenekultúra. Ebbe szeretnénk nekik minél több lehetőséget adni. Aztán a későbbiekben ugye fellépésekkel, külföldi turnékkal reméljük, hogy majd a helyzet is megengedi ezt nekünk.
És természetesen a másik, ami nagyon fontos, az a közösség, amiben mi együtt dolgozunk velük, ahol ők együtt lehetnek, az a biztonságos közeg. Emlékszem, hogy édesapám engem mindig csak néptáncolni engedett el, mert nem tudtam az országban olyan helyre menni, ahol nem volt ismerős, és ha bármi történik velem, akkor mindig volt kihez forduljak. Hát ezt a fajta egészen országosan szövődő rendszerbe szeretnénk bejuttatni vérkeringésbe a gyerekeket, hogy ilyen biztonságos közegben, ilyen értékek mellett lehessenek, élhessenek, és aztán ezt továbbadhassák majd az utódaiknak is. A Well Dance csapata a Magyar Látványtánc Szövetség területi és országos versenyéről hozott egy részletet, amelyet a Faluház színpadán mutattak be. A Well Dance idén ünnepelte nyáron a 19. évfordulóját, és neki is vágunk, ha minden igaz, hamarosan a 20. tanévünknek. Szeptember 6-án már el is indítjuk az idei tanévet, és hát várunk mindenkit szeretettel, akár már óvodás kortól, 4-5 éves kortól is be lehet kapcsolódni a táncos manó torna tanfolyamainkba, és várjuk a nagyobbakat is, természetesen akrobatikus rock and roll-al és fashion street dance műfajával. A nyarunk az nagyon mozgalmasan telt, ugyanis tele voltunk edzőtáborral, voltak intenzív táncos heteink, bejárós táborunk és velencei táborunk is volt már a nagyok és a versenyzők számára, illetve készülünk egy tanévnyitó piknikkel szeptember 4-én szombaton délután 16 órától Szentendrén a Postástrandon, tulajdonképpen egy szabadtéri gálát fogunk tartani, ahol mindenki, minden érdeklődő belepillanthat, hogy mivel is foglalkozunk, minden csapatunk bemutatkozik, lehet enni, inni, beszélgetni, igazából csak pokrócot kell hozni, és akkor meg lehet velünk ismerkedni, és oda várunk mindenkit szeretettel. Sakk, szakkör, judó, thaibox, vitorlás, alkotóműhelyek és sok más egyéb program mellett a termelői piac színes kínálatából is csemegészhettek a résztvevők. A borús idő ellenére remek volt a hangulat, és a nyílt nap szervezői az esemény lehetséges ismétlésén is elgondolkodtak. Szeptembertől Budakalász mindhárom iskolájában gyalogbusz program indul. Európában több városban is hosszú évek óta jól működő rendszerről van szó, melynek lényege, hogy főleg az alsós gyerekek, önkéntes felnőttek, szülők kíséretével biztonságosan sétálva jussanak el az iskolába. A gyalogbusznak menetrendje és megállói vannak, ahol csatlakozhatnak a gyerekek, így a szülőknek elég csak a megállóig kísérni gyermeküket. A program több célt is szolgálna, egyrészt remélhetőleg csökkenne a reggeli autóforgalom, mivel a szülőknek elegendő lenne az iskolától távolabb a busz megállóig vinni gyermeküket, így elkerülhetik az iskola környéki utcákon való araszolást, helykeresést. Másrészt azoknak a szülőknek, akik gyermekük biztonsága érdekében minden reggel elkísérik csemetéjüket a bejáratig, ezentúl elegendő lesz a megállókig menni, ahol felnőtt kíséretre bízhatják gyermeküket. A gyalogbusz megvalósításához szükség van még kísérőkre, akik önkéntes alapon a hét egyik napján 7 óra 30 és 8 óra között biztosítanák a felnőtt felügyeletet a gyalogbusz járatain. A tervek szerint 3 irányból indítanának járatot, hogy minden gyermek biztonsággal eljusson az iskolába. Kérik azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy közös terv megvalósításában, és vállalnák heti egy reggelt, illetve azok is, akik szívesen küldenék gyermeküket a gyalogbusszal. Minden kisdiákot és szüleit szeptember 1, 2 és 3-án reggel egy közös gyalogbuszozásra várnak. A végállomásokról, megállókról és menetrendről további információk a Gyalogbusz Budakalász Facebook oldalán található. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár határozott idejű jogviszony keretében takarító munkatársat keres 8 órás munkavégzésre. Jelentkezés önéletrajzzal a gondnok@koskarolymh.hu e-mail címen lehetséges. Az állásról bővebb információt Decsi László gondnoktól lehet kapni, aki hétköznap 8 és 16 óra között tartózkodik az intézményben. A Pler csapatát fogadta hazai pályán a Budakalász kézilabda ZRT. Ez volt az utolsó tét nélküli mérkőzése a hazaiaknak. Szombaton az előző szezon bajnoka, a PIK Szeged kézilabda csapata látogat hozzánk a KNH Férfi Liga 2021-2022-es bajnokság első mérkőzésén. Idei utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a Budakalász kézilabda ZRT. A Pler Budapest az NB1B nyugati csoportjában 5. helyen végzett az előző szezonban. Ebből adódóan a kalásziak voltak az esélyesebbek. Ennek ellenére meglepetést okozott a fővárosi csapat, így vereséggel zárta a Budakalász a felkészülési mérkőzések sorát.
Az összecsapást követően Csoknyai István, a hazaiak vezetőedzője értékelt. Nem egyszerű az értékelés, hiszen egy NB1-B csapat ellen játszottunk, és végül is a felkészülésbe úgy tettük bele ezt a meccset, hogy egy kis formahozási szándékkal, tehát szerettünk volna egy jó játékot játszani, és azt gondolom, hogy elvárható lett volna tőlünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Na most támadásban összességében azt gondolom, azt kaptuk, amire készültünk, nagyon sok helyzetet kialakítottuk, lőttünk 33 gólt, ez azt gondolom, hogy rendben van, de a védekezésünk az nagyon nem volt a helyzet magaslatán, tehát 36 gólt kaptunk egy NB1-B-s csapattól. Hozzáteszem, jó játékot játszott a Pler, nagyon összeszokott párosok, hármasok voltak, akik a beállók nagyon sokat megtalálták. A kapusaink sem voltak, vagy nem tudtak úgy segíteni, hogy kellett volna, de hiányzott a feszesség ma a védelmünkből. Ennek meg csak ez lehetett az eredménye, hogy ezt a rengeteg gólt összeszedtük, és nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Most persze nem is az volt az elsődleges, hogy nyerjünk, de hát még egyszer mondom, hogy egy ilyen meccset meg kell nyerni, de a védekezés szempontjából nagyon csalódott vagyok. Előző héten az Eger ellen játszott a csapat, ott jobban összeállt a védekezés. Múlt héten játszottunk az Egerrel egy jó mérkőzést, ahol csak 21 gólt kaptunk, és mint tudjuk, minden labdajátéknak az alapja a védekezés. Ha nem lesz, azt nem tudjuk stabilizálni, akkor a bajnokságban nagyon nehéz periódusok jönnek, vagy nagyon nehéz mérkőzéseknek nézünk elé. Tehát ezt mindenféleképpen még orvosolni kell. Még azt gondolom, van időnk, ha bár jövő héten már bajnoki mérkőzésünk van, Szeged látogat hozzánk. Megkockáztatom, lehet, hogy őselő 36 gólt, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy a Szegedtől nem kapunk ennyit, de hát azt tudjuk, az egy más kvalitású csapat, mint akivel ma játszottunk. Csoknyai Istvánt az idei célokról is kérdeztük. A felkészülésnek az utolsó formozó fázisában vagyunk. Beszéltük róla, de konkrétan még annyi nem jelöltük meg a célt. Természetesen szeretnénk bennmaradni, ez az elsődleges cél. Tavaly tizedikek lettünk, szeretnénk előrelépni, én azt gondolom, hogy a csapat ezt el is tudja érni, de azt látjuk, hogy itt az alsóházban nagyon gyilkos mérkőzések várnak ránk, és ha ilyen védekezésünk lesz, mint ami ma van, akkor nagyon nehéz lesz bármit is elérni. Szombaton tehát a PIK Szeged kézilabda csapatát fogadjuk hazai pályán. Szurkoljunk együtt a csapatnak! Végül a várható időjárásról. Kedden kezdetben délkeleten eshet, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az élénk lökésekkel kísért nyugatias szél északon, északnyugaton több felé megerősödik, hajnalban 7 és 14, délután pedig 18 és 25 fok között mérhetünk majd. A naposabb déli tájakon lesz inkább melegebb az idő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Nyílt napot tartottak a budakalászi Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban múlt hét csütörtök délután a Mentáskertben. Gyalog busz, várják a sofőrök jelentkezését. Utolsó felkészülési mérkőzésén kikapott a Budakalász kézilabda ZRT. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is elérnek bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!